Önök szerint mi sülhet ki abból, ha egy japán lánya világ másik végén véletlenül kap egy CD-t, és attól kezdve az egész életét a cigányzenére teszi fel? Én megmondom. Az, hogy ide repül Tokióból és egy tucat vérbeli primás között, megmutatja, hogy mit tanult az elmúlt években. Nekem simán leesett az állam. Yukako Furudate következik, az első japán származású cigány primás kislány. Az 1 négyzetméter első hegedűsök száma ma egész biztos, hogy Budapesten volt a legmagasabb a világon. Akármerre fordultunk, mindenhol izgatott versenyzők próbáltak. Ez a vonó párbaj, amolyan primás megasztár, sok múlhat a fellépésen. Karrier, akár világhírnév. Akkor bent fog eldőni abban az 5-6 percben, hogy mit tud produkálni az ember. Hát hiába valakiről tudja azt nem, hogy nagyon jó, de abban az 5 percben muzsikál valaki nagyon jó, vagy nagyon rosszul. A vonó párbajt 20 éve rendezték meg utoljára. Az akkori győztes Puka Károly volt, aki a sikert követően beutazta a világot. Most a zsűriben figyeli az utódokat. Két igazi kakukktojás is vonót fogott a versenyen. Yukako, a magyar cigányzene nagy rajongója és japán prímás jelöltje, a hagyományos módon készült élete egyik legfontosabb fellépésére. Ezzel egy időben a holland Frido Diepven ugyanide készülődik, csak hogy ő bankár és rendkívül elfoglalt. De két tárgyalás között azért majd ő is vonót ragad. Hegedülök, és világzenével foglalkozom, és az éppen a magyar cigányzene. A magyaroknak furcsa, mint a hollandoknak. És talán az is csak nekünk magyaroknak különös, hogy Yukako több 10 000 kilométert repült ide egy alig 5-6 perces fellépésért. Szeretne bizonyítani magyar mesterei, tanárai előtt. Kezdetben klasszikus zenét tanultam, de aztán kaptam egy CD-t magyar cigányzenével, és ezt azóta sokkal izgalmasabbnak és érdekesebbnek tartom. Elhatároztam, hogy minél több emberrel megszerettetem Japánban is, ahol még nem sokan ismerik, de aki ismeri, az nagyon szereti. Ezért Yukako kisasszony nagyon sok időt tölt Magyarországon. Budapestet kezdetben azonban nem tudta megismerni, mivel leginkább csak éttermekbe járt cigányzenét hallgatni. Majd megkereste a legnagyobb hazai prímásokat, és kérte, tanítsák őt. Felvettem velük a kapcsolatot, mert rájöttem, hogy ha csak a CD-jüket hallgatom, nem tudok tanulni. Az újabb technikáit, vagy a vonó mozgatását csak ott tudom megtanulni, ahol a legjobb muzsikusok vannak. Jelentkezett nálam. Hát persze, meg nem akartam, talán nem is akartam elhinni, hogy ilyen létezik. És hát meghallgattam, és nagyon, nagyon tehetségesnek találtam. Közben megkezdődik a verseny. 24-en jöttek el, 12-en jutnak majd tovább. A többség csak itt értesült arról, hogy egy japán lány is színpadra lép. Fogalmam sincs, hogy hogy került ide, de ezek szerint lehet, hogy... Mert az előző versenyekben ilyen nem nagyon volt. Most hallottuk. Hát... Majd látjuk, hogy milyen. Közben Frido a bankból is útnak indul a verseny helyszínére. A szervezőktől annyi engedményt kapott, hogy nem kell sorszámot húznia és órákig izgulnia a színfalak mögött. Azt mondja, ő az esélytelenek nyugalmával lép színpadra. Olyan nagy királyok vannak a zsűriben, akik ismernek engem, és tudják, hogy honnan jöttem, tudják, hogy ez nekem hobbi, és tisztelnek azért. És az jó érzés. Úgyhogy bármi lesz, jó zenekar a muzsikának, az a lényeg. Aztán kiderül, hogy itt őt tényleg szinte mindenki ismeri. Ő Frido Diepven, azaz a holland Feri. Szevasz! Frido! Mi van, öreg harcod? A holland bankár 4 éve él Budapesten. Ő is rajong a cigány muzsikáért, de ez nála inkább csak amolyan hobbi. Ehhez képest hatalmas sikert aratott. Majd Yukako is színpadra lép. Őt már megelőzte a híre. Mindenki tudja, hogy véresen komolyan veszi a hegedülést, neki ez egész pontosan a magyar cigányzene az élete. Hatalmas sikert arat, a közönség már a produkció közben tapsolni kezd. A verseny döntőjét decemberben rendezik majd. A győztes egy 1 000 000 forintos hegedűt kap ajándékba. Persze azt az összes résztvevő tudja, hogy a tehetség és a tudás nem elég. A sikerért addig még nagyon sokat kell húzni. Férfiak is nyújthatnak erről.